Korábbi felvételek arról a perről, amelyet Pécs polgármestere indított a Civilek a Meccsekért mozgalom szóvivője ellen. Péterfi Attila azzal vádolta Vicze Csillát, hogy megsértette jó hírnevét 2019-es kijelentésével, miszerint a pécsi hőerőmű vezérigazgatójaként körülbelül 3 millió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban. Az elmúlt években lezajlott 10 tárgyalás után a pécsi ítélőtábla kimondta, Vicze Csilla nem állított valótlant, egy erőteljes kritikát fogalmazott meg, amit Péterfi Attilának, aki 2019 nyarán polgármester jelölt volt, tűrnie kell. Csupán véleménynyilvánítási szabadságjogommal éltem, amikor az ő szakmai múltjára nyilatkoztam, hogy igenis a Pannon Power igazgatójaként több millió fát, tonna fát égettek el. Így a megalapozott ítéletet a pécsi ítélőtábla is helyben hagyta. Ezáltal Péterfi Attila pervesztes lett, a pervesztes fél perköltség viselésére köteles, amely összeget Halmos Péter ügyvédemmel együtt a Tőlősi Péter alapítvány javára kívánjuk felajánlani. Ezért a Civilek a Meccsekért mozgalom szóvivője április 22-én arra szólította fel a polgármestert, hogy fizesse be a perköltséget. Ez az összeg egyébként 441 ezer forint, amit a leukémiás és tumoros megbetegedésű gyermekek gyógyításáért létrehozott alapítvány javára ajánlott fel Vicze Csilla. A per végén ugyanis elretett ígéretet a szóvivő és ügyvédje. Mivel az ítélet jogerős, ezért felkérték Péterfi Attilát, hogy mielőbb teljesítse az átutalást.